Muszimbe Dávid Denis az első afro-magyar humorista. Családapa, kosárlabda rajongó, illetve saját bevallása szerint hipohonder. Azonban nem utolsó sorban imád a színpadon lenni és szórakoztatni. A Nópara című estem, ezzel most már szerintem nagyjából másfél éve megyünk Lackóval, Lovász Lackóval körbe. Hát ilyen félelmek, szorongások, mindennapi, hétköznapi dolgok, gyereknevelés, feleség, veszekedések, hát ilyen hasonlók, amit az ember napi nap megél. Az esten helyet kapott számos téma a teljesség igénye nélkül, például a család, a munka, a hipohondria, illetve a bennünk élő kétségek és félelmek is. A Nópara című előadás célja ezen kétségek gyógyítása, illetve elfeledtetése a közönséggel, ha csak a műsor végéig is. Szerintem olyan 32-33 éves koromig így kerestem így önmagam, vagy csinálgattam dolgokat, de hogy így nem éreztem úgy, hogy akkor ez lennék én. De a humor az mondjuk mindig ott volt így velem, és akkor előbb-utóbb bevonzottam, talán ezt lehet így mondani. Ami legjobban érdekel, vagy ami foglalkoztat, a ülés, abból tudni meg is lehet élni. Én is saját magammal versengenék inkább, mint mondjuk mással, mindenkinek más az életútja. Én törekszem arra, hogy jobb legyek, fejlődjek, mindig van hova, anyagokat, erősebbeket szeretnék majd még jobban élni. Ezek is tök jók, de hogy még jobbat szeretnék mindig, ha már csinálok valamit, akkor próbáljam maxon. A Tolnai Művelődési Központ a továbbiakban is számos szórakoztató programmal készül az érdeklődőknek, többek közt újabb stand-up fellépésekkel is.